fogalmad sincsen, mekkora dolog, mikor a bandás feltekered és a kesztyűt felhúzzad. Egy férfi életében mekkora érzés, mikor egy tökéletes akció vége orvérzés. Török bordák, földagadt szemek, de a boxernél több, ezek csak kötelező sebek. Pont mint az élet, és ahogy élet, hogyha felkészülte belőle, talán körülélet. Egy fontos szabály, magadért kiállj. A kislány, aki rinyál, az okos ember. És ha úgy hozza az élet, hogy mégis bekaptál egy pofon, föl kell állni, számon kérni attól, kitől kapod. Ott nincs senki velem, nem fogják a kezed. Ketten mentek be, de csak egy győztes lehet. Úgyhogy tedd fel a kezedet, és húzd el a fejed. Egy gába fut el, jön a következő menete. A bajnok kiki, neked a végén battod, yeah. Kimegy a mennybe, kiből lesz alatatlan harcos. Ez a kölyök, ez az itt, ez a szlovák magyar kápa, ez a véredő lészi. Mit mond a mester, nem ember, aki nem feküdt még le egyszer, aki nem érezte azt, hogy áttett rajta egy út henger. Aki te ki akarod, na meg egy bal csapod, nem ütött még ki az arcán, nem hagy jót nyomor. Úgyhogy mondj csak fel az égbe, fogak összezárva, és ne felejtsd el, hogy a vége, hogy folyjon másnak a vére. Maximum megvere, és a két nyer apám, az majd a székbe megy. Komoly autó, komoly csajok, és ezt mindent ingyen kapod. A Thomas Lóvé színes címlapon, Pollux a mentor, a boxisten nője. Ez az ökölhívás haver, légy üdvözölve. Kézbe kapsz, és elindul a balkész. Looks like he's ready to go. I told you.